Tisztelt Akadémia, különleges mozzanata következik egyfelől a 9. Fraknói Nyári Akadémiának, hiszen most műfajt váltunk, és nem történelemről beszélünk tudományos előadás formájában, hanem párbeszédet folytatunk, személyesen megélt történelem, tehát tulajdonképpen azt lehet, hogy nem egy feldolgozás, hanem most egy forrásmunka fog születni, amit majd a későbbiekben egy előadás formájában remélhetőleg idézni is fognak, hiszen ez egy nyilvános fölvétel lesz, és közkeletű videó megosztó portálon szokás szerint a kutatócsoportnak a honlapján publikálni fogjuk. Azt is lehet mondani, hogy olyan szempontból viszont egy szokásos alkalomról lesz, hogy ez már nem az első ilyen pódiumbeszélgetés, ami úgymond általában a tetőpontját jelenti nyári együttlétünknek, hiszen volt ilyen alkalom többször is, csak egy előzményt idéznék föl. 2016-ban Balatonkilitiben már a püspöki karnak az egyik tagját, Bosák Nándor, Debrecen nyíregyházi püspök atyát kértük meg, hogy idézze föl személyesen megélt történelmét az államszocializmus idejéből. Ő ezt az Egri egyházmegye viszonylatában tette. Most nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Bábel Balázs érsek urat, aki hasonló módon osztja meg velünk emlékeit, de nem az Egri főegyházmegye, hanem a Váci egyházmegye személyesen megélt egyház történetéből, hiszen ő mielőtt 1999-ben Kalocsa kecskeméti érseké kinevezték volna, a Váci egyházmegyébe inkardinált, és ott mondjuk az, hogy klerikusként felcseperedő papként szolgált, és hát ezekről az évekről szeretnék most beszélgetni vele. Érsek úr, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és elkezdenénk ezt a párbeszélget. Addig még mindenkit köszöntök, addig állva maradok. Többeket ismerek a társaságból. Pétert szabad legyen így szólítanom. A központista időkből ismerem, 90-es évektől ott orgonált az egyetemi templomban. Ha jól tudom, Turai vagy? Így van, Turai. Igen, én Valkon voltam káplán, már akkor ezt egyeztettük. Tehát egyfajta régi ismeretség van, mert a könyvek küldése által nem szakadt meg a kapcsolat közöttünk. És hát én ezután le is ülnék, ha megengeditek. Jaj, bocsánat. Hát ki gondolná az ember, hogy egy idő után már bizonyos szempontból történelmi személyé válik. Most én kicsit korábbra nyúlnék vissza, mint ahogy az időpontot megjelöltétek, mert egyáltalán érdeklődésem, családi neveltetésem és körülményeim azért érdekes dolgokat hoztak elém az államszocializmus, hogy ne mondjam, a kommunista diktatúra idejéből. Hát én egy parasz családban születtem 1950-ben, és mondhatom, hogy szüleim hívő katolikus emberek voltak, bár őseim közt reformátusok és evangélikusok is akadtak. 4 éves koromtól minisztráltam. És hát ez úgy számomra magától értetődő volt a vallásos és paraszti életnek az egybefonódása. 1956-ban 6 éves gyerek voltam. A forradalom, miután a mi falunkban is a pártitkár megölésében csúcsosodott ki, hozzáteszem, a pártitkár előtte embereket lőtt meg, volt, aki meg is halt egy gyűlés alkalmával, bizonyos Biksa Miklós, őróla lett később elnevezve az ország leghosszabb főútja, 12 kilométer, mert összevonták a Gyóndabas-Sárit. Ennek következtében egy óriási retorziót gyakoroltak a kommunisták. 4 emberről tudok, akit kivégeztek, 30-at kegyetlenül összevertek, és sok embert hosszú időre börtönbe csuktak. Az összevertek között volt a Gyóni plébános,
és az én kántor nagybátyám, aki mellesleg parasztember volt. És valahol itt kezdődött az, hogy megtapasztaltam, hogy a vallásos embernek azért sokszor félnie kell. Mert addig, amíg nem történt ez meg, mi úgy jártunk be a plébániára, hogy otthon voltunk. És a forradalom utáni napokban, amikor elvitték a plébánost, keresztes párt, aztán kiengedték, összeverték meg minden, akkor az egyház tanács összejött. Apám elvitt magával, mint kisgyereket, de hát én untam ott azt a beszélgetést, kijöttem ott az éjszakába, ottan járkáltam, és megjelent a plébános összeverve, és akkor kik vannak itt benn? És akkor én mondtam, hogy apám, meg akiket ismertem, benézett, aztán megint eltűnt. Jól tette, mert keresték továbbra is a závósok. Későbbi sorsa az lett, hogy a főorvos bátyja bevitte a fertőző osztályba, és úgy adta ki, hogy fertőző beteg, mikor keresték ott a závósok, nem engedték be azokat sem oda. És akkor valami úgy bennem megvolt, hogy a plébános fél, mert bántják, felnőtt embert. Többek közt a nagybátyámat is, aki kántor volt. Meg kell jegyezni, hogy a régi világban csendőr volt, de semmit nem csinált. Egy rendfenntartó csendőr volt, de parasztember is volt. De akkor, aki csak lehetett, volt olyan ember, aki kijött az istálóból, ott dolgozott a istálóba, kijött, rátámaszkodott a vasvillára, már egy spicli úgy állította be, hogy a Biksa Miklóst a villájával verte. Azt is lecsukták. Na, itt kezdődött az én életemben a kommunizmusnak az a fajta megismerés, hogy ez valami szörnyű dolog. A kertszomszédünk volt egy papnövendék. Lehet, hogy valaki ismerte, itt Fábián István volt. És miután benne volt a 56-ban a Tabódi Istvánékkal, az AIH kirámolásában, mert elmentek az AIH-t kirámolni. Pasarétre. Igen, akkor ő rögtön leült 7 hónapot utána, nagy nehezen kiengedték és felszentelték. Hát nem hagytak neki utána se nyugtot, idegösszeroppanása szinte a kilépésre ösztönözték, és úgy találta jobbnak, hogy kilép, mert akkor nem fogják háborgatni, de örökre fájt neki, hogy pap volt, és nem maradhatott az, mert amikor én ide kerültem érseknek, megkértem, mert ő közben jogi végzettséget szerzett, hogy segítsen nekünk, akkor azt mondta, ha valaki ki akar lépni, küld el hozzám, hogy hagy beszéljek vele. Tehát ő benne volt egy nagy törés, éppen azért, mert hát ugye nem bírta azt az örökös zaklatást, házkutatásokat, és így tovább. Fekete hullók meg. Talán itt ebben a körben ismerős. És hát akkor ott olyan emberek voltak, akik később benne voltak például a papnövendék társai között, akik benne voltak azok között, akik nem mentek el a békegyűlésre. Úgy gondolom, ez itt ebben a társaságban ismerős, hogy a központi szemináriumban a kispapok jó része nem ment el, azoknak egy részét kidobálták, egy része börtönbe került. Többek közt a Tabódi István is, egy huszár tízből lett pap, aki korábban már recskén ült. És két börtönek között ismertem meg őt, itt van a szent kép, odaadom, megmutatom a Péternek, 1958. szeptember hanyadikán? Szeptember 14-én, fel is olvasom. Igen. Érsek úr, emlékül Bábel Balázsnak a szép minisztrálásért, sok szeretettel. Igen. Dabas 58. szeptember. Tehát 65 éve. Én ezekkel akkor gyerekként tisztában voltam, és ő akkor utána ült 12 évet. Amikor kiszabadult, minden tartottuk vele a kapcsolatot, és hát képzeljétek el, ebben a légkörben éltem én föl, hogy papok börtönben vannak. És hát eljött a
gimnázium ideje, szüleim szerettek volna a piaristákhoz adni. Én nem akartam pap lenni, tényleg. Vagy régész lettem volna szívesen addig, vagy mezőgazdász, mert paraszt gyerek voltam, ez adatott volna nekem tovább menetelre. De valahogy a piaristáknál ott kedvet kaptam hozzá, sok jó példa láttán. De amikor be kellett jutni a piarista gimnázium kollégiumába, mert a gimnáziumban még fölvettek, de a kollégiumban nagyon szűkös hely volt abban az időben, az 50 kilométer alattiak bejártak vicinális vonatokon. Ez Kecskemét. Kecskeméti piarista gimnázium. És akkor elmentünk, hogy egy kis protekciót kérjünk a felsődabasi Erős József plébánoshoz, aki házi őrizetben volt, de kitett piarista volt, mert nem engedte a fölfüggesztett papokat misézni, kecskeméti piarista templom plébánosa volt. Ő éjszaka merte jönni hozzánk, és mi is úgy titkon mindig tartottuk a kapcsolatot, és az erős atyának szólt apám, hogy hát plébános úr, segítse meg a fiamat, hogy kapjon fölvételt a kollégiumba. Hát fölvételt is nyertem, de itt is értitek, hogy egy olyan valakihez fordultunk, aki Rómába végzett, kitették Isten háta mögötti felsődabasi plébániára, amelyeknek a falai majdnem összedőltek. Onnét egy nádas kezdődött már, ahol a plébánia véget ért. És hát így jutottam be. A piaristáknál is sok tapasztalatunk volt, mert ott már volt egy nagyon kiváló tanárunk, Dobos Jenő. Isten áldja meg haló poraiban is, mert olyan tanár volt, mint senki más, annak nem kellett fegyelmezni, történelmet tanított, és úgy tanított, hogy ma is taníthatná. Tehát nem kéne neki semmit megváltoztatni. 56-ról mindenről úgy beszélt, és amikor például útra engedett bennünket, érettségiző diákokat, azt mondta, fiúk, amíg itt vannak ezek az oroszok voltak, addig nem tudunk más tenni, csak végezzük Kalazanci szellemében a kötelességünket. És ezzel az országnak, az egyháznak javára válunk. Így búcsúzott el. Ő franciás műveltségű volt, 80-as években halt meg, én még ismerhettem. Igen, és történelemben kiváló. Igen. És Pálinkás József MTA elnök is emlegettem, mint neki is osztályfőnöke volt, tehát tényleg ez is mutatja, hogy milyen minden renitens osztályt rábíztak, mert nem kellett neki felemelni a hangját. Valami félelmetes, karizmatikus ereje volt. A nagyon-nagyon rendetlenkedőkkel így megfogta két ujjal itt a karját, hát az egy szorítás volt, és akkor a gyerek tudta, hogy csendben kell lennie. Na, hát ilyen tanáraim is voltak, de ott is megemlékeztek 56-ról. Semmiből nem állt a megemlékezés a fölöttünk lévő osztálynak, hogy november 4-én fekete öltönyt és nyakkendőt vettek, és elénekelték a himnuszt. De volt egy köztük, idevaló volt erre a tájra, most halt meg nemrégibe, aki kiment, nem mondom a nevét, majd külön megmondom, nem akarom már halóporaiban kompromitálni őt. Ő kiment, és nem tudott mit csinálni az igazgató, mint jelentette a rendőrségnek, mert tudta, hogy ez utána Moszkvába ment tanulni későbbiekbe, és piarista diákként is fizette a kisdíjat, tehát el lehet képzelni, hogy milyen ember volt. Na, lényeg az, hogy akkor négyet úgy kidobtak, hogy volt, akit nem vettek föl az ország egyetlen egy iskolájába se, külföldön tudta befejezni, és szigorított érettségit rendeltek el, ott voltak, mi a következő évben érettségiztünk, de egy ilyen félelem szállta meg a piaristákat éppen emiatt. Hát én ennek ellenére éppen a kiváló példák láttán ott volt egy Lukács László, fiatal tanár volt, Vigília főszerkesztője lett, nemrégiben
temettük, európai műveltségű ember volt. Ő is sokat tett hozzá ahhoz, hogy én pap lettem. Hozta oda nagy írókat, művészeket, úgyhogy olyan emberekkel ismerkedtünk meg, akikkel más csak, mit tudom én, 30-40 éves korában, hát Rónai Györgytől kezdve, sokak ott voltak a környezetében. Na, a lényeg az, hogy jelentkeztem papnak, szüleim nem örültek úgy különösebben neki, nem is nagyon ellenezték, apámnak ez volt az egy lakonikus megjegyzése, vagy békepap leszel, vagy lecsuknak. Ez volt. De hát tény volt, hát a tabódi, meg akiket ismertünk, börtönben voltak. Szóval vagy békepap leszel, vagy lecsuknak. 1968-ban. 69-ben, igen. És akkor, hát ugye bementem a szemináriumba. Az egy nagyon családias szeminárium volt az Eger, csak hogy oda is tettek be egy beépített embert, onnét elvittek bennünket katonának, persze nem úgy, mint egyetemi előfelvételiseket, hogy egy évre, hanem a legkeményebb helyekre, például Bajára. Engem még ott is külön választottak, egyedül voltam a harckocsizóknál, el lehet képzelni, akik közt bevonultam, én voltam az egyetlen érettségizett. A többi 5-6 osztályt végzett, vagy büntetett előéletű volt. De azáltal, hogy én írnok is lettem, is, mert közben tankot is vezettem, minden, azért én sok mindent megtudtam. Sok mindent. Később aztán ebből voltak érdekes történetek, amikor a Zrínyi Katonai Akadémián 90-ben, már én prefektusként ott voltam, akkor felismertem olyan tisztet, aki ott volt, egy tankban voltam vele, hithű kommunista volt. Mikor valakinek meg akart bocsátani, akkor azt mondta, ezt a gyarlóságot még Lenin elvtárs is elkövette volna. És hát ez volt, és ott összetalálkoztam vele, képzeljétek el, elezredes volt, én meg a prefektus voltam, történeteket tudnék erről mesélni. Lényeg az, hogy amikor elmondta, hogy képzelj el, egész életemben a NATO ellen harcoltam, most oda akarják ezek maguk felvetetni, és én meg itt vagyok. És egy ünnep alkalmával oda mentem hozzá, engem is meghívtak, kezembe volt a pezsgős pohár, mondom, ezredes úr, Isten éltesse. És akkor rám nézett, gondolta volna ezt valamikor, ilyen az élet. Ugye? Na, ott voltam Baján, ott megkerestek már, az elhárítók be akartak szervezni. Hogy jelentsek? Én azt mondtam, nézzék, engem nem azért küldtek ide, hogy én itt másokról jelentsek, én végzem a kötelességemet. Honvéd voltam egész életemben, ugye? És a másik laktanyában volt a várszegi asztik, öreg katona volt, meg már negyed vagy ötöd éves papnövendékként vitték el, egyszer-kétszer találkoztam vele, és amikor így mondtam valamit neki, azt mondja, jaj, vigyázz, vigyázz, politikai tisztekkel vigyázz, mízes, mázossak, megkörnyékeznek, csak kimértem velük, csak kimértem. Hát igaza volt, mert volt, aki odajött hozzám, hogy fogjunk össze, ezek egymás anyját szidják a katonák, nekünk ezt meg kell akadályozni, ezek káromkodnak is, hát két hét múlva rá saját fülemmel hallottam, hogy égtelenül káromkodott ő is. Na, történetek lehetnének ebből, leszereltem a katonaságtól. Mikorra kell befejezni? Van időm. És akkor visszamentem a szemináriumba. Két évig én nem voltam a szemináriumba, engem nem látogattak úgy, mint később a kispapokat, mert mentek hozzájuk, mint a gyerekágyasokhoz, mentek, hogy jaj, mi van velük, hogy engem senki nem látogatott. Apám, anyám volt egyszerűen állam fél órára az eskü alkalmával. Na, leszereltem, visszakerültem Egerbe, és a szeminárium légkörét egy beépített, később kiderült, hogy pártitkárnak a fia volt, beépített papnövendék, akiből nem lett pap, az rontotta meg mindenféle aljas vádaskodásokkal, a többit rágalmazta levélbe, szószátyárkodásra, és így tovább, és közben jelentett. Ugyannyira jelentett, hogy a nagyon karakán Váradi Józsefet, aki kimondottan jól tanította a filozófiát, kivesézőleg a marxizmust, minden, előtt kis fiatal gyerekként orosz hadifogságban volt, tehát volt az egy előképzettsége is, tehát őt 24 óra alatt távolították el a szemináriumból.
Beívatták az IMF-t, maga itt és itt támadta a marxizmust. Én csak azt mondtam el, ami Marx könyveiben, meg Leninében olvasható. Nem érdekes, el kell hagynia. 24 óra alatt el kellett hagynia a szemináriumot dr. Váradi Józsefnek. Én aztán fölkerültem Pestre, harmadévre. Az egy más világ volt, egyetem volt, szabadabb volt, de ennél fogva, hát több lehetőségünk volt sok minden, egyrészt a kulturális életbe befolyni, és ott azért köztünk voltak olyanok, hogy akkoriban a teológián jogi végzettségű, orvosi végzettségű, műszaki mérnök volt, hát ilyenek, akik hát előttem voltak műveltségben, illetve élettapasztalatban. És akkor mi azért már tudtuk ott a tanárok között is, hogy ki az, aki túlságosan lojális a rendszerrel szemben, és ki az, aki karakánabb. Már ott tudtuk ezt a szemináriumban. Hát az én vesztemet idézőjelben mondva az okozta, hogy Erdélybe vittem több társammal együtt nagy mennyiségű könyvet. 73 húsvétján mentünk, vagy 74 húsvétján. Azért mentünk készak, hogy hát, ha akkor jobban át lehet vinni, vittük a szemináriumba, akkor 30 ezer forint értékbe. Aki tudja, hogy mit jelentett 74-ben 30 ezer forint, és milyen olcsók voltak a könyvek, az el tudja képzelni, hogy 8 kispap, mint a Málház Szamár, úgy meg voltunk rakva, de szanaszét ültünk a express vonaton, meg minden. Tehát én, aki nem szoktam cigarettázni, abszolút világias öltözékben voltam, egy ilyen sárga zakóba cigarettáztam, egy déli újság volt előttem, minden el is ment elsőre a vámos, aztán visszajött. Na, a lényeg az, hogy lebuktunk, és arról is kiderült később, nem is olyan rég derült ki egy pár évvel ezelőtt, hogy egy olyan beépített kispap volt, akit nem ott építettek be a szemináriumba, hanem kint. Civil ember volt, és azt mondták neki, hogy bemész, ott vagy 2 évig, vagy 3 évig, fizetni fogunk, és te jelentesz. Megcsinálta azt, hogy elkérte a portástól az összes kulcsot, belenyomta a szappanba, és kinyomatta magának, hogy megcsináltatta a kulcsot, lerajzolta az egész szemináriumot, és odaadta, és hát mindent jelentett. Így buktunk le mi, a román határon túl már odát voltunk, hogy a jelentés beérkezett akkorra, hogy hát mentünk. Ez Gyulafehérváron volt beépítve. Mentünk volna már. Nem. Itthon volt beépítve. Itthon volt beépített. Itthon. Utána aztán elpárolgott a szemináriumból, ennek sem mondom a nevét, még talán él velem egykorú. Igen, Ilyesek úr, ez már a központista időszak, központista... még Egerre visszatérve. Igen. Ugye a Váradi utána kifejthette a hatását, hiszen még a 80-as években talán a Nyírségben volt plébános. Hogyne. De tudott működni, tehát olyan hatása volt fiatal papok között, hogy igen, szinte az misztikus. Elsőként Béla Pátfárvára tették őt ki, ő neki a tüdejével baj volt orosz fogsága miatt, és aki tudja, hogy a Béla Pátfalva abban az időben gyártotta a cementet, borzasztó rossz levegője volt. Igen. Béla Pátfalvának, direkt azért tették oda, hogy még inkább tönkretegyék őt egészségileg. Mert tiszta fehér volt Béla Pátfalva abban az időben a cementporttól, és őt oda tették plébánosnak. Amikor te Egerbe voltál, érsek úr, akkor még Brezanóci volt az egész. Brezanóci, ismertem őt. Személyes emlékeid? Igen, igen, hát mindegy ilyen barokk főpap, tamquam potestatem habet, aki hatalommal bír, kesztyű, minden, bejött, és hát asszisztáltunk neki. És akkor, mikor visszajöttünk, ja, akkor már nagy beteg volt, hát persze a tanárok mindig mondták, hogy jaj, hát egy kis baja van az érsek úrnak, imádkozzunk érte, minden nap kellett érte imádkozni. Azt volt egy társunk, az egy közgazdászból lett pap, Tatár Jani, azon bátrabb volt már a tanárok fel, és azt mondja, hát csak tüdőgyulladása van az érsek úrnak, akkor miért kell minden nap imádkozni, ha csak meg van fázva, akkor miért kell minden nap imádkozni? Hát én apám, én nem imádkozok minden nap, mikor náthás. Hát persze, akkor már olyan beteg volt a Brezanóci, hogy bele is halt.
szentelésének a harmadik évében, pont azon a napon, amikor beiktatták, mert ő jóval előtte már kormányzó volt, azt a Zendrei Mihályt, aki engem pappá szentelt, és később meg házi őrizetbe volt, azt pöckölte ki államegyházi fondorlattal a Brezanóci. Egyébként egy nagyon joviális ember volt így a papokhoz, hogy mondjunk róla jót is, ha valaki ott jár, meghívta ebédre, meg minden. De azért én ismertem olyan öreg papot, aki Innsbruckba vele volt, és akkor azt mondta, hogy meg nem szólalt volna magyarul. Mert ő aklasz latinai volt, ha jól emlékszem, és ő benne egy ilyen ruszin, vagy nem is tudom milyen öntudat volt, ott el nem árulta volna, hogy magyar. De eszes lény volt, úgyhogy aztán ő bekerült ott az aulába, és hát nagyon sokáig ő apostoli kormányzó volt, illetve hát vezette az egyházmegyét. És hát ott voltunk a temetésén, az is egy érdekes volt, ugye a temetése is, erre most nem kérik, mert akkor hónap estig itt leszünk, ha minden terület. De azért ezt esetleg mégis. Igen, és akkor, na és akkor hát, igen, hát ott vitatkoztak, hogy ki legyen, hogy legyen, ki temesse, hogy temesse. A zsidó rabbitól kezdve pár emberekig mindenki ott volt a temetésen, és az egy érdekes fölvonulás volt, mert ott is imádkoznunk kellett a koporsónál. Na aztán még akkor visszalépek ismét a központi szemináriumba, hogy haladjunk előre, mert lehetne sok mindent mondani. Központi szemináriumban, ugye hát akkor kiket ki akartak tenni a szemináriumból. De aztán valahogy közben járt a kétünk, mentünk a paskai rektor úrhoz, akkor már ő lett a Zempléni után, aki hát írt egy levelet a Miklós Imrének, hogy kegyeskedjék ezeknek a szegény megbotlott gyerekeknek, megbocsátani, hogy vitték el. Könyvet vittünk ki, de minden esetre elvitték a útlevelemet, megjártam a Dabasi rendőrséget, a Pest megyei rendőrséget, és onnantól kezdve nem volt nyugtom, mert vagy kijöttek hozzám, vagy berendeltek. Az legutolsó kijövetel volt 1989. december 7-én, akkor már érezték, hogy megváltozott a világ, akkor mondtam is annak a BMS-nek, aki mindig azért jött ki, hogy engem figyelmeztessen meg, hogy mit ne csináljak, akkor már úgy kicsikét félni kezdett, és akkor mondtam neki, hogy nézzem a Szent december 7-i Milánó püspök, Ambrus püspöke, mondom, az ilyen rendőrféle volt, mint maguk, ilyen városi biztos volt, mondom, fohászkodjon hozzám, akkor nem lesz semmi baj, akkor már gúnyolódtam vele. De ezek kijártak hozzám, hol egyik, hol a másik, és ahogy megtudtam később, hát ezek jelentettek rólam. Na és akkor, hát ott voltam a szeminár, én nem kaptam 6. évet, mindent megígértek, de 5. évre ki kellett mennem, de akkora még volt a licenciám, és akkor, hát még akkor, hogy befejezzem a központista tanulmányaimat, hegyi beszédről írtam a dolgozatomat. Én felkerestem minden olyan embert, aki valamit csinált ebbe az ügybe, például felkerestem a nagy biblikust is, idevaló volt Kalocsára, az édesapja Szörény. Is jezsuita volt. Na. Nem Szörény? Nem, fölírtam direkt, pedig hát személyesen ismertem őt, ideadta fél évig a Gregoriánán a hegyi beszédről tanított, de aztán elvitte tőle az ávó, így aztán Mócsi Imre, Halász Piusz is fölkerestem, ugye ezek a nevek mondanak valamit. Tehát mi azért két világban éltünk, hogy egyrészt ismertük a tanárainkat, meg fölkerestük azokat, akik hát még akkoriban nem működhettek. Mócsi Imre, meg mindenkit fölkerestem, aki a hegyi beszéddel kapcsolatosan tudott valamit. Be is adtam a pályázatot, vagy a doktorit, el is fogadták 3 nappal a védés előtt, mert akkor le kellett adni 4 példányba, azt hiszem a AIH-hoz is jutott belőle. 3 nappal előtte visszavonták, mert a Leninre is tettem deonestáló megjegyzést, meg még valamire, és visszadobták. Mert például, mikor a hegyi verszi történetét elemeztem, akkor azt mondtam, hogy a
forradalmárok azok mindenképpen szembesültek az erőszakmentességgel, amíg Gandhi megértette a hegyi beszédet, és onnét vette az inspirációt, mert onnét vette, ez tény, a Gandhi a hegyi beszédből, addig Lenin balga prédikációnak, meg hasonlónak mondta azt, hogy tartsd oda a bal arcodat, jobb arcodat, ilyenek, úgyhogy visszavágták. Hát képzeljétek el, el volt fogadva, mentem volna a védés, hát a védésén már nyerekben van az ember, hát akkor ott már tudja, de visszavágták. Úgyhogy én aztán le is tettem róla a doktorálat, csak aztán a Bánk József mondta, hogy hát micsoda dolog ez, és akkor bement ott, megosztotta azt a professzort, azt mondja, hogy valamit elfogadtam, akkor azt örömmel is megtartottam, hogy azt kivitelezzem, csak nem, hogy nem a professzor volt a hibás, hanem az államegyházügyi hatalom. Kikerültem a szemináriumból, 3 nappal az újmisém után én már szolgálatba kerültem. Annak idején engem a bánkérsek vett föl. A bánkérsek, aki Győrből jött oda, én tiszteltem, szerettem őt, ismertem később még jobban a történeteit. Egy félős ember volt, és mikor, mit tudom én, bementem hozzá, akkor vagy kopogott így az asztalon, vagy latinul beszélt, vagy németül beszélt, mert hát ugye tudta, hogy lehallgató van a szobájában. De ő elkerült Egerbe, a bánk, és arra az időre, amikor én diákonussá és pappá szentelődtem, az az Andrej Mihály jött oda, aki házi őrizetben volt, pécsi káplán volt, meg minden, és az AIH az utolsó 1-2 évére engedte vissza, mert tudták róla, hogy úgyis meg fog halni. Ő tartotta nekünk a szentelési lelki gyakorlatot, a diákonus szentelési lelki gyakorlatot, és ő szentelt engem pappá. Ő még az államegyházi hivatal engedélye nélkül lett püspökké. És mikor úgy mentünk, vagy mondtuk neki, akkor azt mondja, kisatya, nem tehetek semmit, de veletek küzdök, veletek szenvedek. Tehát megmondta, nem tudok semmit tenni, de csináltok mindent, amit lehet. Mert én kikerültem aztán Valkóra, egy hagyományos vallásosságú vidékre, másikra, az még egy abszolút hagyományos vidék volt akkor, sok vallásos népszokással, sok gyerek is volt, minden, de hát ott is megkerestek ezek a AIH-sok, sőt volt, aki bejött a templomba, ottan fényképezett engem prédikációk közben, meg jelentéseket adott. Az iskola igazgató meg bejött, és felolvasta a névsort azokét, akik be vannak íratva, mert aki nem volt beíratva, és én mégis beengedtem volna, akkor az lett volna, hogy elviszik a engedélyemet. Ez iskolai hittan volt. Iskolai hittan, de akkor sokan jártak, de bejött az igazgató és felolvasta. És akkor megkérdeztek, kinek a nevét nem olvastam, mert akkor ugye az nem lett volna beíratva. Na, ott is volt egy sztorim, hát ott a tanítón között mi nem voltunk megbecsülve, mi kínáltunk mindig a folyosón. És akkor például ott tanultam meg kicsit cigány, a cigány gyerekektől, meg mindig kicsapták a hittanóráról, és hát, hogy valamit tudjak csinálni, hasznosat, akkor mindig kérdezgettem, mondatokat kérdeztem tőlük, és akkor úgy megtanultam olyan apró társalgási szinten, és a borzasztó helyzeti előnyévé váltak későbbiekben. És ott történt egy olyan, hogy hát én mindig kérdezgettem a tanítókat is, hogy vannak, mint vannak, és jött egy ilyen fiatal tanító, és azt mondja, nézze, én azt hallottam, hogy maga érti ezt a marxizmust is, én nekem minden vizsgám megvan, csak ebből nem tudok levizsgázni. Segítene nekem? Mondom, készséggel. És akkor hát nevettek a gyerekek, mert bementünk egy tanterembe, és akkor tudták, hogy a káplán atya tanítja a tanítónénit. És akkor mondtam neki, hogy nézze, tanítónő, én most azt mondom el, amit magának a vizsgán mondania kell. Higgye el, hogy az ellenkezőjét is el tudom mondani, éppen a Váradi miatt, aki legalább 15 órát szentelt a marxizmusnak. Megvan nekem jegyzetekben. Mondom, azt mondom el, amit
magának ott kell mondani, mert nem értette az értéktöbletet, meg sok mindent nem értett. Jött nagy diadalmasan, sikerült a vizsga. Azt mondja, eljönne hozzánk a kis klubba is? Hát kaptam rajta. Mondom el. Hát mikor? Akár ma este is. Hát és pont valami kézgyűlés volt, elmentem. Hát azok még ott rettentően megijedtek, mikor megtudták, hogy én megyek. És akkor telefon ide, telefon oda, lehívták a megyei csúcstitkárt. És akkor a tagság nem volt főkészülve arra, hogy én oda megyek. Én benne ültem a Lenin kép alatt, és akkor ott voltak a fiatalok, és valahogy akkor ugye kikezdték a papi celibátust, a földtámadást, meg mindent, és erről magyaráztam, és akkor bejöttek, akkor ottan néztek, hogy mi van. Itt mondom, nyugodtan ülj le, most olyan dolgokról beszélünk, amit egyébként nem szoktál hallani. És akkor volt ilyen dialógus a megyei csúcstitkárral, utána a helybéri kistitkárt leváltották, mert azt mondták neki, hogyha olyan hülye vagy, hogy meghívod a papot és nem tudsz vele kiállni, akkor ne hívd meg. Na és akkor, hát voltak ilyen sztorik ottan, Valkon ugye, és akkor én onnét elkerültem Tápió Szecsőre. Az is úgy volt, hogy megígérte a, mert akkor még nem volt meg a doktorim, megígérte a vánkérsek úr előtte, felújítottuk a templomot, nagy ribilió volt belőle még a hívek körébe, és már modernizáltuk. De tényleg, a zsinati szellembe. És akkor, hát akkora már úgy le is csillapodott minden, jó éreztem magam, és akkor a plébános elment a püspökhöz, vagy az érsekhöz, mert akkor érsek lett, mondta neki, hogy érsek úr, szeretném, hogyha káplán urat itt hagyná. És akkor mondta neki, hogy plébános úr, én ilyet szeretek hallani, amikor a plébános kér, hogy a káplán maradjon ott. Mondja meg neki, hogy ott marad. Jött vissza, itt maradsz, jaj, de jó, fölmentem Pestre, beszereztem könyveket, hogy írom a disszertációt. Nem telt el 2 hét, kaptam egy levelet, semmi többet, menjek Tápió Szecsőre. Hát úgy is volt, ott voltam ott nagy veszekedések, meg minden Tápió Szecsőtől almásra. Hát persze, ott is éreztem azért a kommunizmusnak a áldásos munkálkodását. Egyszer azt mondja nekem a rendőr, ott lakott a szomszédomba, hogy nagyon kérem, mondja meg, mennyien voltak az úrnapi körmeleten. Hát mondom, miért kell azt magának tudni? Mert ugye 3-an jelentünk, és én nem voltam itthon. Nekem körülbelül ugyanazt kell jelenteni, mint a többinek. Értitek, hogy ugye kövek voltam. De rafinált volt, mert mikor eljött az Endrei Mihály oda Vérmáni, akkor valahonnét szerzett egy Bibliát, rögtön ment oda hozzá, és dedikáltatta vele, készült a jövő időre arra, hogyha majd eljön egy másik rendszer, akkor bemutatja, hogy nézzétek, itt van a rendszer üldözöttje, dr. Endrei Mihály. Olyan kapcsolatban voltam vele, hogy megírattam, beírattam a Bibliába a nevét. Tehát ő azért tudta, hogy nem tart örökké az ő világa. Na, a lényeg az, hogy hát ott voltam Tápiószecsén tőalmásom, és hát ott is a még hagyományos vallásosságú vidék volt, csak egy adalék. Össze kellett a népi vallásosságot. Romsics Imre igazgatónak mondom, hogy biztos nagyon élvezte volna. Én a népi vallásosság címén főkerestem Dósa Mari nénit, akinek 72 féle rózsafűzérje volt, de nem úgy, hogy egyik rózsaszín volt, a másik meg piros, hanem egyik Szent Mihályról szólt, a másik Szent Józsefről, harmadik az angyali karokról, a negyedik a nem tudom miről, 72 féle. Tehát ott úgy is jártak búcsúra is, úgyhogy gyalog Mária Besnyőre, és akkor menni kellett velük, akkor ilyen mézeskalát szíveket akasztottak az ember nyakába, hogy gyerünk el, harangoztak minden faluba, amikor mentünk Mária Besnyőre a búcsúra. Ott még ilyen hagyományos világ volt abban az időben. Gyalog. Persze. Én azért, ha lehet, itt kibújtam el, én a elején végén fogadom őket. De volt, ahogy gyalogoltam. 40 kilométer. Na és akkor lényeg az, hogy ott is kaptam egy levelet, mert közben a plébános váltás volt, kiüldözték szegény Halasi Bandit, el kellett neki karácsony és új év között mennie, statáriálisan szinte, és akkor
én maradtam a tegyedű, utána jött egy pap, akivel ott igen jó kapcsolatban voltam, persze ott is lecseréltük a tetőt, ahogy a Valkói templomot is felújítottuk, minden, mert amikor lehetett, én világéletembe építkeztem, de mindig. És akkor könyvesekkel dolgoztam 3 nyarat. És akkor az volt, hogy hát ott állunk, ott a nagy verandám, egyszerre kaptunk 2 levelet. Egymásra néztünk, azt mondja, te ez diszpozíció. Hát jó, nem ám úgy minden, hogy megkérlelem a káplánt, hogy légy szíves, menj oda. Kaptunk egy diszpozíciót, menni kellett. Hát Pestre kerültem, Budapestre, Pestújhelyre, utóbb kiderült, hogy ilyen öreg káplánok már kézzel lábba tiltakoztak, hogy oda menjenek, mert ott valóban egy címeres békepap volt. 4 évet töltöttem ott, annak a békepapnak kispap korában munka érdemrend fokozata volt. Kispap korában. És mindig mondta nekem, hogy 56 után őt nem a püspök helyezte ide, hanem a minisztertanács. És hát ott minden volt. Minden. A hatalom és dicsőség papja ismerős, de regény. Nem? Hát ez egy eléggé züllött életű pap, de azért a végén megtér. Kanonizált szent volt ahhoz képest. Ő nem 3x3-as volt, hanem megtaptam az iratait, hanem egész magas szinten volt beépítve. Egész magas szinten. Mert fogták őt, egyébként nagyon tehetséges ember volt. Ott bukott le, hogy 50-ben ő ki akart menni az országból. Elkapták a határnál, és választás elé állították, hogy vagy szolgálatunkba lépsz, vagy akár voltak itt föl is akasztottak, volt olyan focista, tudjuk, igen. Vagy kivégzünk. Ugye? És hát ő szolgálatba lépett, és akkor inni is kezdett, meg sok mindent, mert bántotta a lelkiismeret. Na, onnét vannak azért jelentések rólam, illegális vallási csoportosulás, szervezés, vezet, mert ezeket én úgy mind megkaptam abban az időben, vagy utólag megkaptam a hivataltól. Ott nagyon nehéz volt az életem, bár kiváló hívek voltak, nagyon kiváló hívek, csak azért, mert nem tudtam, hogy mit jelent, mit nem jelent, titokban tartottam, felnőtt hittan, ráadásul a Regnum tagja voltam, Regnum Marianumé, az a fiatalsággal foglalkozott titkon, azt hiszem mindenki tudja itt ebbe a körbe, titkon mentünk, házaknál voltunk, figyeltek bennünket, behívattak, stb. Ő meg tudtam, hogy engem árgus szemekkel figyel, amikor tud. Onnét aztán elkerültem Pest Erzsébet pacsirtára. Ott egy rendes plébánosom volt, és megvallotta nekem, hogy te, nagyon titkon mondom, mint a gyónási titkot, persze ez nem azt jelenti, hogy egy gyónási titkot szegett meg, hanem a gyónási titokra való hivatkozás azt jelentette, hogy nagyon titkon mondom neked. Az esperes azt mondta, nagyon vigyázzak veled. Neked nincs jó híred az AIH-ba, mert te bázisos vagy. Bázisközösség. Te! Hát örülj neki, ha nincs jó hírem az AIH-ba. Hát az bizonyítja, hogy rendes pap vagyok. Hát az a pap, most itt viszont a nevet már kimondom, az is erről a tájról való volt, Bagó István. Azért mondom ki a nevét, mert most jelent meg egy publikáció, a Peregrin jelentette meg, tehát ez hivatalos lesz, mert különben nem ártottam volna be őt. Kálmán Peregrin megírta a püspöknek akarták, de nem szentelték föl. Belongellér történetét megírta, és a történetben benne van a Bagó István gyalázatos szerepe. Abba az időben. Ő
idevaló volt, később megtudtam, hogy ő először nagyon jobboldali volt. Nagyon. Mikor nem volt Zomborba, amikor ide csatolták a déli részt, akkor akasztották ott a titó partizánjait, és akkor azt találtam mondani a hittanórán, hogy bár az utolsót akasztanák. Hát ilyet akkor sem mondunk, ha papi ember ilyet nem mondhat. Persze, mikor bejöttek a titó partizánjai, akkor erre visszaemlékeztették őket, és akkor elvitték egy nevelőtáborba, onnantól kezdve pedig úgy parírozott, mint egy vadászkutya. És akkor először Baján volt, utána Kecskeméti plébánián és Pestre került, és ő volt az egyik szervezője a békepapi mozgalomnak 56 után. És ő volt az én esperesem. Az esperesi korona mindig azzal kezdődött, óriási nagy esperesi kerületek voltak a Váci Egyház megyének, 30-40 pap volt egy kerületben. De előtte meg kellett hallani Béke István béke szózatát, amiben azt mondta el, hogy milyen jó viszony van az állam és egyház között, és senki nem erészelje ezeket a jó viszony alkotó törvényeket megszegni. Szóval így kezdődött egy korona, és hát ő mondta rólam, nagyon vigyázzon velem. Ez azért mertem itt név szerint is kimondani Bagó István nevét, mert ez publikációban is meg fog jelenni. Tehát ő adta a tippeket az AIH-nak, hogy hogy kell a egyházi törvénykönyv szerint sakba tartani az egyházat. De benne van ebbe a tanulmányba. Tehát akár Belon ügyében, akár Udvardi püspök ügyében, ő mondta meg, hogy, mert ő egyház kánonjogász volt, ő mondta meg, hogy erre hivatkozzanak, arra hivatkozzanak, amarra hivatkozzanak, így lehet sakba tartani az egyháziakat. És hát ugye a Belon püspök úr utolsó ideibe lehetett csak fölszentelt püspök. Tehát ez volt így a pacsirtai működésem 6 évének az állammal való kapcsolata, illetve volt egy olyan, hogy nem mondom, most már merészelek menni, mert tőlem elvitték az útlevelet. És volt egy 80 nem tudom hányba, én papoknak hirdettek meg Szentföldi zarándoklatot. Hát mondom, egy életem, egy halálom, én nagyon szerettem volna elmenni, hát Jézus szülőföldje, minden. Beadtam a kérelmemet, akkor vízum kellett, minden. Mindenki megkapta, mindenki örült annak, hogy mehet Szentföldre, Izraelbe. Hát én nem kaptam meg, mondom, most se engednek. De az két nappal előtte kapok egy telefont, jelenjek meg itt és itt, ezen a helyen átvetem az útlevelet. Elmentem oda, kiderült, hogy egy presszó volt. Bemegyek, jött két ember, hát elképzelhetitek, hogy én azért le voltam döbbenve, és akkor mondják, hogy hát nézze, meg odaadjuk magának a útlevelet, de hát azt kérjük, hogy utána számoljon be róla. Már akkor is mondtam nekik, hogy hát mit gondolnak, én tőlem fogják megkérdezni a reptérén, hogy hány hadosztálya van itt a Vörös Hadseregnek? Nem, hát ő csak jöjjön. Meg egyébként is maga még káplán, nézze, nekünk egy telefonunkba kerül, és olyan plébániára megy, hogy akar. Odaadjuk az útlevelet. Hát nem tudtam hirtelen, de olyan sok volt, és én nagyon szerettem volna menni. Mondom, visszajövök, megbeszéljük. Hát elmentem a Szentföldre, ott voltam, visszajöttem, megint kaptam egy meghívást. De közben volt egy pap, akivel ezt megbeszéltem.
azt mondta nekem, hogy tudod, egy percig se lehet nekik engedni. Visszamentem, akkor már én vártam őket. Kikértem egy tonikot, ott ültem az asztalnál. Bejöttek ketten, ezek érdekes figurák voltak ám. Uraim, üljenek le. Kérnek egy tonikot? Mert előtte ők akartak engem kínálni. Nem tudják, miért jöttem el? Mert megígértem. A szavamat tartom. De legközelebb akkor jövök el, ha engem bilincsbe vernek. Én többet ilyen helyre nem jövök. Most ők lettek leforrázva, mint ahogy én voltam akkor. És akkor hebegtek, habognak, hát tudja, jó viszony van nálam, egy mondom, nagyon tudom, mindig is tudtam. De nem hagytak még, csak akkor elmentünk, elváltunk egymástól, de mondom, hogy 89. december 7-én voltak utoljára nálam, és amikor nálunk a pacsirtai temetőben ugyanúgy megrendeztük a temetést, mint ahogy a 301-esbe, egyébként én a 301-esről mindig tudtam, mert sokat temettem oda, és nekem suttorogták akkor, volt egy térképem, és én oda kijártam akkor, mikor az még ilyen loncsoltató hely volt, oda kimentünk titkon, hogy itt vannak eltemetve, itt a 301-esben, mert mikor a 300-as közelébe temettünk, akkor azért is elmentünk oda, mert a sírások is mondták, hogy itt van, de hát akkor az ilyen disznójárás volt. Na a lényeg az, hogy nálunk is megtörtént a temetés, mert a pacsirtai plébánia a jutadomnál meghalt, agyonlőtt fiatalokat, 56-ból volt egy komoly ütközet a mecséri százados vezényletével, neki támadtak az oroszoknak, 44 fiatalt agyonlőttek. És a pacsirtai plébánia temette el, úgy volt beírva, hogy haslövés, fejlövés, stb. És akkor, de hát akkor nagy titokba temették el, és utána volt egy november 4-én, vagy hogy, 23-án volt ott is egy dísztemetés. Hát persze ott is voltak provokatőrök. Én egy ilyen olyan beszédet mondtam, ami vállalható volt, hogy hősök voltak, megadjuk nekik a végtisztességet, tanítanak bennünket a kitartásra, az igazságra, ahhoz való hűségre és a hazaszeretetre. Meg ilyeneket mondtam. Másnap benn volt a beszédem az államegyházügyi hivatalban. Ezt is megkaptam. Tehát azt mondhatom, hogy 90-ig én nagyon is megéreztem a kommunizmusnak a, hogy szokták mondani, hogy már vidám kommunizmusnak, a puha diktatúrának azért a puha simogatását, de hogy valami jót is mondjak. Abban az időben éppen ez a helyzet sokkal inkább bátrabb emberek ből alkotta meg az egyházat, mert bátrabbak voltak, a spicliket leszámítva hitvalló emberek voltak, illetve sokkal több gyerek eljött hittarra, és minden valamire való káplánnak, aki adott arra, hogy foglalkozik az ifjúsággal, volt ifjúsági hittanya. Nekem is volt. És arra voltam büszke, hogy több fiú volt, mint most jól értsék. Vagy jól értsétek, mert általában lányok szoktak többen menni, ugye? Sokkal több fiú volt a hittanom, mint lány. És erre voltam, ennek nagyon az ifjúsági hittanom, de volt felnőtt hittanom is. Sokkal inkább össze tudtam szedni akkor az embereket, fiatalságban is sokkal nagyobb elán volt, mint most. Tehát igaza volt Szent Ágostonnak, amivel be is fejezhetnénk, szabadságban élni olykor nehezebb, mint rabságban. Mert a rab az mondhatja azt, hogy nem tudtam más tenni. De a szabadságban ott a lehetőség. És néha az az érzésem, hogy mi most szabadságban élünk, de nem mindig élünk a szabadság adta lehetőségekkel. Köszönöm. Jó. Nagyon szépen köszönjük, érsek úr, ezt a tényleg egotörténelmet az államszocialista időkből. Egész más így most már a mi optikánk is,
amikor visszatekintünk erre az időszakra. Nekem ugye a 70-es évektől már vannak emlékeim, de hát az még csak gyerek emlékek. Még van egy kis időnk, úgyhogy jön kb. Egy negyed óránk az ebédig, a kérdéseknek a szekciója. Még fontos, okos kérdésedet kitalálod, addig én kérdeznék egyet érsek atyától. Gimnazistaként, illetve ugye fiatal papként már nem, de ugye a Váci, abban az időszakban a Váci Egyházmegye főpásztora az még Péteri József püspök volt. De ő háziőrizetben volt. Háziőrizetben, de hogy valami emlék vagy a hír, vagy hogy kezelte ezt az... Csak a hírét ismertük a Péterinek, apám sokat beszélt róla. Én a Kovács Vincével találkoztam, hiszen a Péteri helycím volt. Igen. Helycím. A Kovács Vince segédpüspök volt, de valami 30 évig. Igen, ő Galgamácsai született. Galgamácsai volt. Valamikor volt Kiskunhalasi plébános. Kiskunhalasi plébános, és na, hát akkor egy sztorit is hagyd mondjak el akkoriban róla, hogy a Kovács Vince volt a plébános, és ment a Hanover, öreg ember volt már, és akkor az úgy bérmált, hogy ilyen csillagtúraszerűen kiment Kiskunhalasi, és az összes ilyen tanyavilágba onnét naponta kijárt. Hát este volt, mikor hazaért, kérdezte a Kovács Vince, hogy kegyelmes úr, mit óhajt vacsorára? Hát öreg ember volt. Persze akkoriban a püspök legalább két titkárral járt. Hát azt mondja, valami kis aludtejet, vagy ha van, sütök. Október tájékán. Fintorogtak ott a titkárok, hogy jó vacsora lesz. Azt akkor a Kovács Vince intett, hogy nyugi. Adtak a Hanovernek sütököt meg, aludtejet, az behúzódott imádkozni, jámbor ember volt. A titkárok meg úgy volt időzítve, hogy a sekrestésnél, kántornál, harangozónál az időt átvágtak le egy disznót. És akkor egy-egy disznótoros vacsorára mentek, de ez tény. Szóval mondta ki, benne volt a Szolnoki János, hogy ugye, hát, így volt a Kovács Vince, fejből tudta az egész ember tragédiáját. Fejből. Tehát lehetett volna színész is. Igen, Turán is őt őrzi az emlékezet, mint bérmáló. Mikor kimentek hozzá, a álljásokat dicsérték volna, meg minden, és akkor így ilyen kis verset fabrikát, azt mondja, semmit el nem értem, de mit elértem, soha se kértem. Ő nekik akarta mondani, mert érezzék azt, hogy na hát nem titolthatok engem ide föl. Amikor már a püspökségre mentek. Persze, a persze. És ő mindig olyan volt, hogy a Péteri, mikor kimentek, hát ezt egykori titkártól tudom, non possumus, nem tehetjük. Hát el is vitték. A Kovács Vince meg felnőtt ember rétére elkezdett majdnem sírni. Jaj, ne hozzanak engem ilyen helyzet, mert én nem is tudom, hát most mit csináljak, hát nekem... Itt vannak a hívek, meg a papok, meg Rómának is kell jelentened. Tessenek visszajönni, majd fogok rajta gondolkodni, de semmit. Most nem tudok mondani semmit. Csak ezt eljátszottam mindig. Nem tudtak mit csinálni, akkor mert a Péteri nem tehetem. 9. Pius után mondta. Igen. De annak a híres mondás, hogy az egyházi államot el akarják. Non possumus. Non possumus. Valami kérdés, kollégák? Miklós. Békepapsággal kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy érsek úr, esetleg Beresztóci Miklóst még tetszett ismerni? Igen. Egyik leghírhettebb, vagy leghírhettebb. Temetés, én asszisztáltam. Kivittek bennünket, meg ismertem a Szegeden a szabadtéri színpad félig neki köszönhető Kisgazdapártnak volt a, kim volt a békeszüneten is, na mondjátok már, 30-as évek politikus papja volt, angol kisasszonyoknál misézett, de már csak a tridenti tudta ott misézni, nagy kövér ember volt, politikus pap. Balogh Páter. És az meg bejött a szemináriumba, és akkor elmondta,
kimentek a lakatosékkal fegyverszünetre. Nem veletek, hanem a miniszterre. És amikor kiért a deputáció, ott derült ki, hogy nincs náluk az állam pecsétje. És akkor már megvolt, hogy fegyverszünetet megkötik, és akkor mondták, hogy katasztrófa, minden, nincs itt a pecsét. Az oroszok ott mondták, hogy ne bojsa, mindent mondtak, kihoztak, ezt a maga a Balogh Pátor mesélte, egy óriási könyvet. Lapozgatták, mutassák meg, melyik a maguk pecsétje. Ott Ugandától kezdve mindenkinek benne volt a pecsétje. Mondták, hogy Bengri, ott van. Jó, másnap ott volt a pecsét. És akkor ugye ezt elmondta, és hát tehát végül is egy hamisított pecsét. És többet nem engedték be Balogh Pátert a szemináriumba, mert öreg ember volt, és akkor ő rá bízták a elkobzott javakat. És akkor hát ő abból jó érzékel kivette még a Tizián képeket is. És akkor, hát persze az állam megsokalta, és akkor elvették tőle, azt addig könyörgött, még visszaadták neki, azt mondták, hogy addig, ameddig él, addig itt lehet, de aztán utána újra visszakerül. Hát én nekem is így jutott egy kelly a kezembe, lent Budapest szérivel tartottam tridiumot. Egyébként így, hogy sokáig voltam káplán, meg minden, legalább 300 tridiumot tartottam. Az plébános osza... akkor sose voltál? Úgy voltam, hogy olyan plébánosaim voltak, hogy nekem volt a plébános feladatom. Ja, értem. A Víktivadarnám, a Süle Süket volt, a plébános tehát nem, hivatalosan nem voltam, de nekem kellett intézni. De a lényeg az, hogy tartottam ott egy serfőző Feri bácsinál egy lelki gyakorlatot, az is egy érdekes sztori volt, és akkor a végén adott egy kelyhet. Kehely talpába bele volt írva, hogy Steven nem tudom micsoda, amerikai pap új miséjére. Öreg ember volt a serfőző Feri bácsi. Feri bácsi, honnét van ez neked? Hát tudod azt, hogy az oroszok elzavaráltak innét mindent, és mentem oda a háború végén a Balogh Páterhoz, adjam már valamit, mert még miséző kelyhem sincs. Azt kivett egyet, a kincsekbe azt idatta, de azóta én szereztem különbet, ezt neked adom. Hát azt én is valakinek később nekiadtam, de hát így az amerikai javaknak a kezelője ő volt. Szerintem a serfőző Feri bácsiról is ketten voltak, a Józsi bácsi, Feri bácsi, egyik a Esztergom-Egyház megyében volt, a másik a Váciba, fölvidéki papok voltak, nagy becsületbe írték le az életüket. És akkor mentem oda a lelki gyakorlatot tartani, nagy héten hívott meg. Hát mondom, most már én nem beszélek bűnbánatra, egész idő alatt arról beszéltünk, hanem elővettem egy krisztológiai témákat, hogy Krisztus két természete, minden. Bemegyünk a vacsorára, láttam, hogy ott valami nem tetszik a Feri bácsinak. Éppként a Gálnak jó komája volt, a Gál Ferencnek. Aztán, no, Feri bácsi, valami baj van. Komám, a bűnről beszéljél meg a bűnbánatról. Mondom, Feri bácsi, hát egész nagybőgyben arról beszéltünk. Nem baj, én mondom neked, hogy arról beszélj. Másnap mondtam, mert előtte bezengtem a háromnapos tridium témáját. Mondom, közkívánatra a bűnről és a bűnbánatról beszélek. Tényleg arról prédikáltam, beütem a gyóntatószékbe, beül egy öreg ember. Gyóntam, mikor mentünk a Donkanyarhoz. Jön a következő. Gyóntam, mikor mentünk a Donkanyarra, valahol Isten mezején, vagy hol volt ezeknek a talán. Jön a harmadik. Gyóntam, mikor mentünk a Donkanyarhoz. Eltelt addig 40 év. Biztos, hogy nem először voltak lelki gyakorlaton. Nem bérelte fel őket a serfőző Feri bácsi, hogy most menjetek be gyónni. Szóval itt érdekes, ugye ez a misztérium. Erre úgy emlékszik, hogy ő bűn, és bejöttek ilyen nagy halak. És helyileg ez hol volt ez a... Ez Pestlőrinc, Szemere, vagy milyen telep? Szemere telep, igen. Ott most azt hiszem szaléziek, vagy kik vannak. Igen. Feri bácsi építette a templomot ott, a háború előtt alatt, és ott is maradt plébánosnak. És ez még Váci Egyház megyének. Váci Egyház megyének, hát 30-40
temploma volt a Nagy Budapesten. De a köztük olyanok, mint a Rákos Palota, Pest Erzsébet fő, és lélekszámra több híve volt a Váci Egyház megyének Budapesten, mint Esztergom Egyház megyének. Még ugye 93-os rendezésig oda nem csatolták. Hát én akkor volt módomban megismerni, de hát én átjártam az Esztergomba is. Ott úgyhogy az egy nagy tanulság volt, mert 10 évig voltam csak pesti káplán, utána meg prefektusként is, meg spirituálisként is kijártam, úgyhogy hát a nagyobb helyekre is meghívogattak. Még egy kérdésre van időnk. Barnabás. Én a reddumi időszakról szeretnék érdeklődni, csak talán ehhez az utolsó mondathoz most kapcsolódik is a pesti időszakhoz, de hogy ilyen nem Budapesten felnőtt gyerekként, gondolom papnövendékként, vagy hát, fiatal... A budapesti dispozícióban. Pestúj helyre. Szóval minden esetre azt szeretném kérdezni, hogy kerültem. Sokként, hogy az aktív reddumi közösség vezető. Igen, pestújhelyi káplán lettem 80-ba, és kaptam, hát ez mind titkon ment. Tehát nem írattuk föl egymás címét, nevét, ilyen titokfegyelem volt. És kapok egy telefont, hogy valaki föl fog keresni. Biztos voltam abba, mert nem ilyen BMS szivar, hanem valaki, hogy biztos kunyerált tőlem, mert én támogattam mindig az erdélyeket. Tehát attól függetlenül, hogy elvették a útlevelemet, amikor tudtam, támogattam az erdélyeket, papokat, kispapokat. Biztos jön egy kis pécé. És akkor megjelent ott egy civil ember, és a Regnum oszlopos tagja volt, és akkor azt mondta, hogy hát megismertek engem, nagyon jó lenne, átvennék egy csoportot. De azt vannak rólam információik. És Sajgószakból csak akkor menekült ki, vagy ment ki emigrációba, akivel lebuktam Erdélybe, az még kiszökött ugye akkor utána. A lényeg az, hogy akkor én még igent mondtam, annál is inkább, mert az nem a plébánián volt, hanem házakhoz mentünk, éjszakába. És akkor így kerültem be, ugye megrostálták, hogy ki mehet be a papok közül, akkor még, és akkor még voltak ilyen Endrődi Laci bácsi, vagy Emődi Laci bácsi, Pater, meg ezek, akiktől úgy, mikor, mit tudom én, mondom, hogy Laci bácsi, megint hivatnak be, mit mondjak? Tagadj le mindent, nyugodtan hazudjál. Mert ők úgyse hiszik el, amit mondanak, akkor legyen igazuk. Akkor legyen igazuk. Minden tagadj le. Csop összejünk. Azt mondja, akkor legyen igazuk. Azt mondtam, te, Aci bácsi, mit csinálna most egy prohászka itt volna? Belehalna ebbe a világba. Belehalna. Kérdezett, hogy akkor még voltak. Mond valamit az, hogy daru, darvas. Na hát a daru jött, ő is már meghalt, Isten nyugtassa. Ő jött egy ilyen szakállas fiatalember nagy titokzatossága, hogy hát egy ügybe jönne, mondom, milyen. Hát volna egy fiatal csoport. Egyébként eddig most már unokázó nagypapák, nagymamák még mindig időnként eljárnak hozzám, ez a bukóréce csoport. Még mindig. És akkor ezeket két hetente tanítottam, de nem hagytam, hogy csak lötyögjünk. Rendes előadás volt, vizsgáztatás volt, és lehetett nyerni könyvet. Úgyhogy volt olyan tagja a csoportnak, hogy egy évben 2-3 könyvet is nyert. Hát ugye ráment a kápláni fizetésem. Még egy utolsó utáni kérdés. Igen. Hát nem lehet őket egy kalap alá venni. Nem lehet. Tehát lehetne azt mondani, hogy mindegyiket külön kell venni. Volt, aki kegyetlenül, azt hiszem a
Beresztócit húzgálták szálkás deszkán. Szóval azt mondja az ember, hogy nem csodálom, hogy azt mondta, hogy mindent aláírok, csak mesztelenné húzgáljanak szálkás deszkán. Ugye? Tehát voltak ilyenek, akiket így félemlítettek meg. Voltak, akiket a múltjuk miatt, mert mit tudom én, szimpatizált a Nyilas párttal, a Volksbundistákkal, neveket tudnék mondani, elővették nekik, vagy ki volt a Olaszországban, és a Mussolini-nek a fiatal, írt egy cikket, a Rákospalotai plébánosról konkrétan tudom, hogy kin volt, és ilyen, hát írt egy ilyen dicsőítő cikket a Mussolini világának a rendjéről, mert valóban először a Mussolini nagy rendet tett, tehát hogy felakaszgatta a mafiózókat, minden, és akkor ezen dicsőítő cikket megírt, csak hogy ugye már háború vége után már nem így nézett ki, és akkor hát például ezzel fogták meg. Akkor magánéleti dolgok miatt, hogy vagy, mit tudom én, volt szeretője, vagy homoszexuális volt, vagy túlságosan alkoholista volt, vagy volt, akiben volt nyereségvágy, ugye? Tehát, mert azt mondja, akkor jobb helyre kerülök, nem, ugye, hát ott volt a Takács professzor, mikor kihajították őt a teológiáról, Gyöngyös patára tették, az volt a vicc, hogy olyan luxus Gyöngyös patán, mint a 500-as égi a WC-be. Ugye? Tehát így a papok között, tehát egy európai hírű dogmatika professzor volt, azt egy ilyen kis helyen ottan elszenvedett szegény. Ugye? Tehát akkor kitették olyan, hát a, de hát a Halász Piuszhoz is, akihez kimentünk, hát kis helyen volt. Mócs Imre már végén ott a, ugye, kapott, tehát az is, tehát nagy ágyuk kim voltak, ugye? Tehát én nagyon sok jezsuitát ismertem, akik bányászok voltak, metrónál dolgoztak. Hát aki, Gyónon van egy szociális otthon, az valamikor Karmelita Zárda volt, a Vai Péter alapította, az egy ilyen címzetes püspök volt, első háború idején ilyen árva gyerekeknek. Na aztán az a háború után megmaradt szociális otthonnak, és odahoztak mindenféle apácát, és egy olyan jezsuita volt ott, aki úgy volt fővéve, hogy udvaros, szamarakat hajtott. És akkor viccelődött a többi, hogy na hát így kezdte Saul is, hogy szamarakat hajtott, az király lett belőle, szamaraké ment, és akkor hát ezt láttam, és amikor már olyan eszű voltam, hogy fölfogtam az ő prédikációit, akkor én bementem a szociális otthoni misére titkon, és a Bárdos Lénádot hallgattam, mert hát az mindig képbe volt mindenne. Míg nálunk 56 után, amikor a keresztes párt jó összeverték, meg elvitték, akkor oda tettek egy nagyon-nagyon egyszerű embert, aki nem volt rossz ember, de hát olyan kis egyszerű volt, hogy hát azért, hogy ugye, nehogy valamit csináljon a faluba. De hogy akkor, hogy én titkon eljártam a Bárdos Lénárdra, vagy mikor megtudtam már később, ahol voltak ilyen fiatal papok, Baróta Imre, meg ezek, elmentem biciklivel, hallgattam őket, hogy hát ezek egész más szellemiségűek. Szóval érdekes világ volt ilyen szempontból. Sokkal több ambíció volt akkor a vallásos fiatalokban. Most pestráljuk őket, fizetünk nekik mindent, gyertek ki, fizetjük ilyen utat, olyan utat, tegyetek ott. Ők nem fizettek semmit. A hittané nem fizettek. Úgy tartottuk a hittan. Arra törekedtünk, hogy minél több hittanunk legyen. Veszekedtünk az igazgatókkal. Most még alig bírom rábeszélni sokszor a papokat, hogy tartsatok hittant. Hát igen, ez már a jelenkor. Igen. A mi témánk pedig a múltkor. Érsek, hogyha tervezed, hogy ezeket meg is írod? Memoárokban? Mert... Volt olyan, hogy 55 éves kor, amíg írt Isten ország útján, abban van valami benne, az a Albert csinált velem egy ilyesmi, de hát ilyen történet azért tőlem idősek életében volt. A velem egykorúi könyvben már kevéssé. Tehát nagyon kevés van olyan, aki velem egykorú, és mondjuk ennyire gyerekkorától kezdve megtapasztalta volna azt, hogy milyen a kommunizmus arca. Jelen püspöki kar aktív tagjai közül, akit még élt Retorzió, talán nincs is az aktívak közül. Más hát van. Úgy, hogy beívatták őket, a Rómába mentek, vagy
vagy valami ilyesmi. Hát most már a karban azt hiszem én vagyok, azt hiszem a legöregebb. De úgy, mint megyés érsek, úgy igen. És hát nem egyformák a sorsunk, sorsaink. Tehát egyik így élte meg, a másik úgy élte meg. Tehát mondjuk én nekem az, hogy olyan emberek közt voltam, tehát nem ilyen békekörnyezetben, hanem mindig ilyen üldözött emberek voltak a környezetemben. Ezek sokat jelentettek olyan szempontból, hogy a történelmet alulnézetből láttam. Hát ezt érdemes lenne az interjú vagy a pódiumbeszélgetés mellett meg is írni, úgyhogy erre biztatnálak. Igen, a Raklói Kutatócsoport ifjú történésze és történész Pázmány. Hát hogy mondjam, hogy neked azért Karakán plébánosod volt. Kovács Gábor. Mondjuk egy Szent Szekánt volt. Az biztos. Ugye? Igen. Szent Szekánt. De egy Karakán ember volt, spirituális volt a Váci. Egri szemináriumban. Később. De kezdett a Váci. Igen, és akkor ott volt Turán. Nekem mentem hozzá. Karakán ember volt. De Szent Szekánt, ugye volt a neve, mert káplánokat is nem mehetik be egymás szobájába, mindent jelenteni kellett, szóval borzasztó fegyelem alatt átakodtam. Igen, ez híres máig, igen, ablakon szögdöstek ki, mert az ajtót figyelte. Na hát például ezeket is meg kellene örökíteni. Szóval meg mindig elvárta, hogy mikor, hogy meddig is, hogy jönnek vissza, akkor bejelentsék, Szabó Jani, nyugodjon, rég meghalt évfolyam társam. Ott volt, és este mondta neki, hogy vacsoránál. Jaj, kanonok úr, elfelejtettem, engedélyt kérni rá, de egy család meghívott engem. Jó, menjen, nagyon vigyázzon magára, idejébe térjen haza. Mert a reverendába, mi is úgy jártunk, igen. Reverendába kellett menni akkor, és hát ő nem ment el, hanem befeküdt a szobájába. Az öreg lesföljárkált teste 11-12-kor, és már megszánta, kiszólt, hogy kanonok úr, elnézést, mégsem mentem el. Így adta tudtára, hogy hát azért ne figyelj annyira. Igen, ezeket is meg kell majd érni, érsek úr. Nagyon szépen köszönjük.